Könyörülj rajtam, Uram, mert egész nap hozzád kiáltok. Könyörülj, Uram, jóságos vagy és szelíd, nagy irgalmú vagy azokhoz, akik segítségül hívnak. Mai vasárnapon, ebben a Szent Misében ünnepeljük Áron és Krisztina keresztényé válását, keresztelését, ebben a Szent Misében értük, különösen is imádkozunk. Testvéreink, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónom, a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és olaszással. Én ilyen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettel Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Yeah.
Mindenség Istene, Te vagy a legfőbb jó és minden jónak forrása. Önts szívünkbe irántad való szeretetet, és a vallásos lelkületet növeld bennünk. Kérünk, gyarapítsd, és atyai gondviseléseddel őrizd meg lelkünkben kegyelmi ajándékaidat. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Jeremiás próféta könyvéből. Jeremiás próféta így panaszkodik a szenvedések idején. Rászedtél, Uram, s én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél. Nevetségessé váltam napról napra, aki csak lát, mind kicsúfol. Akárhányszor csak beszélek, azt kell kiáltanom, azt kell hirdetnem, erőszak, romlás. Az Úr szava így minden nap gyalázatomra vált, és csúfságomra. Már azt gondoltam, nem törődöm vele, és nem beszélek többé nevében. De ilyenkor, mintha perzselő tűz gyújt volna szívemben, és átjárta minden csontomat. S ha megfeszítettem erőmet, hogy ellenálljak, belefáradtam, és nem tudtam elviselni. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem. Hozzád vágyódik szívem. Az én Istenem, Te vagy nékem. Téged szomjaz lelkem, testem utána ebben, mint a puszta tikkat kiaszott földjen. Hozzád vágyódik szívem, hogy erődet és dicsőségedet megláthassam. Mert irgalmat többet ér, mint az élet, ezért ajkam dicsőít téged. Hozzád vágyódik csak élek, a Te nevedbe tárom imára kezemet. Mint dús lakomával Te égbe lelkem, ajkam újjong szám dicsőít Téged. Hozzád vágyódik szilárdan tart fenn engem. Hozzád vágyódik szívem, én Uram Istenem. Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim,
Isten irgalmára kérlek benneteket, adjátok testeteket élő, Szent Istennek tetsző áldozatul. Legyen ez a ti értelmetek hódolata. Ne hasonuljatok a világhoz, hanem gondolkodásotokban megújulva alakuljatok át, hogy felismerjétek, mi az Isten akarata, mi a helyes, mi a kedves előtte, és mi a tökéletes. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Alleluja! Többször felhívta tanítványai figyelmét arra, hogy neki Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és az írástudóktól, megölik, de a harmadik napon feltámad a halálból. Erre Péter félrevonta őt és óvaintette. Isten ments, Uram, ez nem történhet veled, mire ő Péterhez fordult. Távozz tőlem, Sátán, botránkoztatsz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberére. Aztán így szólt a tanítványokhoz. Ha valaki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét és kövessen. Mert mindaz, aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, és aki én értem elveszíti életét, megtalálja azt. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is, de a lelke kárt szenved? Mit is adhatna az ember cserébe a saját lelkéért? Az emberfia pedig el fog jönni atyának dicsőségében, angyalai kíséretében, és megfizet mindenkinek tettei szerint. Ezek az evangélium igéi. Áldott téged, Krisztus! Egy egészen különös ószövetségi olvasmány hangzik el ezen a vasárnapon Jeremiás próféta könyvéből. Általában azt szoktuk meg, és azt halljuk vasárnapról vasárnapra, hogy hogyan tanít a próféta, hogyan hirdeti Isten igazságait a népnek. Itt azonban eléggé furcsán fogalmazza meg a saját életének a csődjét, a kudarcát. Azt mondja, rászedtél, Uram, és én hagytam, hogy rászedj. Erősebb voltál nálam, és legyőztél engem. Mondja ezt úgy Jeremiás, hogy szembesül a sok-sok elutasítással, hiszen azok ellen kell beszéljen, azoknak kell hirdetnie Isten igazságait, akik nagyon messze, nagyon távol járnak ezektől az igazságoktól, Istennek ezekhez a szép élethez hívó parancsaihoz nem sok közük van. Elcsüggelt, emberileg elfáradt, kétségbe esik, és azt mondja, semmi értelme nincs annak, hogy én ezek között fáradozzak, mert nem veszik semmibe a tanításomat, az energiámat, és legfőképpen Istent is elutasítják. Azt is mondja Jeremiás, az Úr szava minden nap a gyalázatomra, sőt, a csúfságomra változott. És miután mindezt végig zongorázza magában, és emberileg teljesen elcsügged, mégis tesz egy szép megállapítást, azt mondja, amikor ezeket végig gondoltam, amikor jól kipanaszkodtam magamat, akkor Isten megérintett engem, és fellángolt újból a szívemben a szeretet.
Ez a szeretet, amit Jeremiás emlegett, hozzátehetjük a hűségnek is a lángja, amelyet időről időre fel kell élesztenünk magunkban, szívünkben, így kell járjunk az életünk útjait. Az evangéliumban Jézus beszél keresztről, szenvedések viseléséről, egymás vállalásáról, elfogadásáról, beszél kitartó, reménykedő, mindig megújuló életről, szeretetről. A kereszt hozzátartozik Jézus követéséhez, ahhoz a küldetéshez, amit a barátainak, a tanítványainak adott, hozzátartozik személyes életünkhöz is, ennek a keresztútnak a vállalása. Azt mondja Jézus, aki utánam akar jönni, vegye fel keresztjét, figyelmezteti a tanítványokat, hogy a vele való együtt haladás az élet zarándok útján nem lesz könnyű. Sokszor bele kell botlani elutasításba, rengeteg szenvedésbe, fájdalomba, de mégis sokkal nagyobb ezeknél az a sok-sok öröm és jóság, amit ajándékul ad a Teremtő Isten. Tehetjük fel a kérdést, mi is a kereszt? Jel, amelynek ellene mondanak. Jel, amely sok-sok embert megzavar. Jel, amit talán sokan észre sem vesznek. Olyan jel, amit szívesen állítanak fel hegycsúcsokra, hogy az emberek tekintetét még inkább felfelé vonzza. Olyan jel, amit látunk templomtornyokon, és jól megszokjuk azokat. Jelek, amelyek az út mentén haladónak egyfajta figyelmeztetésképpen is állnak, sokakat széppé tesznek és gondoznak, sok-sok keresztet látunk összedőlni, gazban, elhagyatottan. De mégis minden kereszt azt hirdeti, hogy van az életben lenn és van fenn, van egy természet feletti valóság, ami túlmutat ezen a szűkös, megszokott hétköznapi világon, ami elvezethet bennünket a lemondásaink, a türelmünk, a jóságunk által egymáshoz, Istenhez. Mindannyian vágyódunk szabadságra. Szeretnénk, hogyha kötetlen lehetne az életünk, mindannyian szeretnénk kilépni a bezártságból, szeretnénk, hogyha a távlatokat nyerhetnék el a napjaink. És közben szeretnénk megfeledkezni arról is, hogy kereszteket kell hordoznunk. Van egy különleges megjegyzése a mai evangéliumnak. Jézus azt mondja Péter apostolnak, hogy távozz tőlem, Sátán, mert botránkoztat, amit mondasz, mert nem az Isten ügyére van gondod, hanem az emberére. Azért is lephet meg bennünket ez a rövidke félmondat, az evangéliumnak ez az egészen markáns megjegyzése, mert az elmúlt vasárnapon pontosan Péter apostol volt az, akit Jézus megdicsért, akire azt mondta, hogy te leszel az, akire az egyházamat építem, mert megvallotta őt, mint Krisztust, mint Mestert, mint az élet urát, mint Isten fiát. Most pedig Péter azt mondja, nem történhet meg Jézussal az, amit mond, nem ítélhetik el, nem ölhetik meg, nem halhat meg, mert mi lesz velük, mi lesz a tanítványokkal, személyesen Péterrel és a barátaival. Péter meg sem hallja, hogy Jézus azt mondja, hogy a harmadik napon majd feltámad, mert csupán a saját életének önzésével van elfoglalva. Jézus jól ismerte a tanítványait, jól ismerte Pétert, és akit megdicsért, akit megbízott az egyház vezetésével, most a többiek előtt megalázva tanította. Ez a fájdalmas tapasztalat, elképzelhetjük, mennyire fájhatott Péternek a többiek előtt ez a megszégyenítés. De mindez hozzátartozott Péter jellemének, az alakításához. Péternek formálódni, tanulni kellett még, hogy igazán alkalmassá váljon Isten országának a hirdetésére, a róla való tanúságtételre. Hogyha csupán a mai vasárnapon Jeremiás próféta könyvének ezt a részletét, panaszkodását, siránkozását
hallgatjuk meg, és kicsit hozzávesszük Péter apostolnak ezt a kétségbe esett felkiáltását, Jézus válaszát, talán az elmúlt vasárnapi evangélium fényében végig gondolva mindezt, akkor önmagunkra ismerhetünk. Hányszor és hányszor nehezen viseljük el önmagunkat, sokszor a társunkat, szülőt, gyermeket, barátot, munkatársat, sok-sok keresztet cipelünk magunkon, sokszor magunk által kreált súlyokkal. Jézus arra figyelmeztet bennünket, hogy legyünk egymásnak jó testvérei, és hűségesen hirdessük és éljük meg tanúságtevő módon azt a szeretetet, amelyből élet fakad, az örök élet reménysége, biztos remény abban, hogy tapasztalható módon elérhetővé válik az igazi szeretet. Mindannyiunk élete, minden emberé telve van nehézségekkel, sokszor vannak elviselhetetlennek tűnő fájdalmas perceink, óráink, sokszor örökké valóságnak tűnő napjaink, éveink, és nem ritkán talán sokszor évtizedeink is. Mégis jó, hogyha ezen a keresztúton, fájdalmas teher hordozásán, kinyitva a szemünket, Isten szemével szemlélve egymást, felfedezzük Isten jóságát egy-egy társban, barátban, családtagban, vagy éppen ismeretlen idegenben, aki az életnek egy meghatározott pillanatában, az élet utunknak egy meghatározott óráján mellénk szegődik Isten ajándékaképpen, és viselhetőbbé teszi keresztutunkat. Kérjük a Szent Lelket, segítsen valamennyiünket egymás szemével pillantani egymásra, hogy jó és irgalmas tekintetünk által tudjuk hirdetni Istennek azt a szép országát, ahová valamennyien meghívást kaptunk. És hogyha szenvednünk is kellene, legyen reménységünk a prófétai jövendőlésnek az a lezáró sora, hogy az Úr az én erőm és gyengeségemen diadalt aratott. Amit belefáradva hordoztam, azt Istennel el tudtam viselni. Adja az Úr, hogy ez a reménység segítsen bennünket napjainkban, tegyen egyre tökéletesebbé és méltóbbá a keresztény névhez. Kedves keresztény hívek, a szülők számára nagy öröm és ajándék a gyermek. A keresztény szülők ezt az ajándékot Istennek, minden élet forrásának köszönik meg. Szent hitünk tanításából tudjuk azt is, hogy Isten, amely mennyei atyánk, a keresztség által gyermekévé fogad bennünket, és a mennyország örökösévé tesz. Kedves szülők, reméljük, hogy ti is azért hoztátok el gyermeketeket ide az Isten házába, hogy erre az Isten életre vízből és Szentlélekből szülessék újjá, és Krisztus titokzatos testének az egyháznak tagjává legyen. Krisztus egyházának nevében megkérdezem, mi legyen a gyermek keresztneve. Kedves szülők, mit kértek Isten egyházától Áron számára? Kedves szülők, nektek, akik gyermeketek számára a keresztséget kéritek, kötelességetek lesz őt úgy nevelni, hogy hitünk szerint éljen, megtartsa Isten parancsait,
Úgy szeresse Istent és embertársait, ahogyan Krisztus tanította. Vállaljátok ezt a kötelességet. Keresztszülők, megígéritek-e, hogy támogatjátok a gyermek szüleit vállalt kötelességük teljesítésében? Áron, nagy örömmel fogad téged a keresztény közösség. Ennek a közösségnek nevében most megjelöllek a kereszt jelével. Kedves szülők és keresztszülők, jelöljétek meg ti is Áron homlokát Krisztusnak, ami üdvözítőnknek szent jelével. Krisztina, mit kérsz Isten egyházától? És mit vársz a hittől? Az örök élet az, hogy megismerd az Istent és küldöttjét Jézus Krisztust. Isten ugyanis, miután őt a halálból feltámasztotta, az élet fejedelmévé minden látható és láthatatlan teremtmény urává tette. Ezt az örök életet és a keresztség szentségét nem kérnéd a mai napon, ha Krisztus Urunkat már nem ismerted volna meg, s tanítványa nem akartál volna lenni. Már ismered az ő szavát, és elhatároztad, hogy megtartod parancsait, sőt, belekapcsolódtál a keresztény testvéri közösségbe, s annak imádságába. Mindezt ugye azért tetted, mert keresztény akarsz lenni. Te pedig, kedves testvérünk, mint a jelölt keresztszülője, Isten színe előtt méltónak tartod-e őt, hogy részesedjék abban a szentségben, amelyekkel a keresztény életbe bevezetjük? Kész vagy-e őt, akiért most készséget vállaltál, szavaddal és jó példáddal továbbra is támogatni Krisztus szolgálatában? Most pedig a keresztelendő számára, a saját magunk számára is kérjük Isten szentjeinek közbenjárását. Szentséges Szűz Mária, Isten anyja! Könyörögj érettünk! Keresztelő Szent János! Könyörögj érettünk! Szent József! Könyörögj érettünk! Szent Péter és Pál apostol! Könyörögjetek érettünk! Szent István király! Könyörögj érettünk! Istennek minden szentjei! Könyörögjetek érettünk! Mindenható örök Isten, te azért küldted el fiadat ebbe a világba, hogy kiszabadítson minket a sátánnak, a gonosz léleknek hatalmából, kimentsen a sötétség birodalmából, és így helyet adjon nekünk a te világosságod csodálatos országában. Könyörögve kérünk, szabadítsd meg Áront és Krisztinát az áteredő bűntől, tedd őket szent fölséget templomává, s engedd, hogy a szent lélek lakozzék bennük Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Védelmezzen benneteket Krisztusnak, ami üdvözítőnknek ereje. Ennek jeléül kenünk meg benneteket az üdvösség olajával, Krisztusban, ami Urunkban, a kérés uralkodik mindörökkön örökké. Amen. E megáldott víznek titokzatos ereje által add meg kegyesen Istenünk a lelki újjászületést Áronnak és Krisztinának, akiket meghívtál a keresztségre, hogy örök életük lehessen Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves szülők és keresztszülők, a gyermeknek, akit az egyház szín elé hoztatok, Isten jósága új és kegyelmi életet ajándékoz vízből és szentlélekből. Neveljétek majd őt, szent hitünk tanítása szerint, féltő gonddal ügyelve arra, hogy az Isten élet napról napra növekedjék benne, s azt a bűn soha meg ne fertőzze. Reméljük, hogy hitbeli meggyőződésetek hozott ide benneteket, és így készséggel vállaljátok a gyermek megkeresztelésében járó kötelességeiteket. Gondoljatok arra, hogy részesedtetek ti is a keresztségben, mondjatok tehát ellent a bűnnek, aztán pedig az egész közösséggel együtt tegyetek tanúságot hitetekről Jézus Krisztusban. Ez az egyház hite, és ebben a hitben kereszteljük meg a keresztelendőket is. Éppen ezért megkérdezem, ellene mondotok-e a sátánnak? Ellene. És minden cselekedetének? Ellene. És minden csábításának? Ellene.
hisztek-e az Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, az Isten egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, kínhalált szenvedett, akit eltemettek, de feltámadta a halálból, és dicsőségesen ül Atyának jobbján? Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus Anyaszent Egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? Hiszünk. Ez a mi hitünk, ez az Anyaszent Egyház hite, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Akarjátok-e, hogy Áron és Krisztina elnyerjék a keresztséget az egyház hitében, amelyet az imént minnyájan megvallottunk? A mindenható Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya megszabadított benneteket a bűntől, vízből és Szentlélekből új életet ajándékozott nektek, most pedig felkent benneteket az üdvösség krizmájával, hogy szent népéhez tartozzatok, és tagjai maradjatok Krisztusnak, aki főpapunk, prófétánk, királyunk, és így nyerjétek el az örök életet. Vegyétek Krisztus világosságát! Kedves szülők és kedves Krisztina, rátok van bízva a világosság, a hit és a kegyelem fénye, amelyet ez a gyertyalánk jelképez. Óvjátok gondosan, hogy Áron és te Krisztina, akikre ma ráragyogott Krisztus fényessége, szüntelenül a világosság fiaiként járhassátok az életútjait, maradjatok álhatatosak a hitben, amikor pedig az Úr eljön, elébe járulhassatok az összes szentekkel együtt a mennyei hazában. Amen. Thank you.
áldozatot, testvérek, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész anyaszent egyház javára. Úrunk Istenünk, szerezzen nekünk mindig üdvösséges áldást ez az áldozati adomány, hogy ami ebben a misztériumban történik, annak ereje életté váljék bennünk. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünk. Szentséges Atyán, mindenható örök Isten, mert Te alkottál mindent, amiből a világ épül, az idők járásának Te szabtál törvény, a Te képmásodra formáltad az ember, sőt hatalmába adtad mindazt, amit a világban ámulva látunk, hogy helyettesedként uralkodjék minden műveden, és nagy tetteidért szüntelen magasszaljon téged, Krisztus, ami Urunk által. És ezért mi is dicsőítünk minden angyallal együtt, vidám lélekkel éneklünk, és hálás szívvel zengünk. Kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, a tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és majd ismét hálát adott. Odaadta a tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel vajtjuk feltámadásodat, amíg elmész. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét.
Hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében árulj testvéreinkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Amen. Üdvözítünk parancsában, és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttél. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké, amen. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodó, mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenhol. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk mindenhol.
ime, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval, és megjövődött az Oh,
mennyei asztalod kenyerével tápláltál minket, Urunk Istenünk. Kérünk, a szeretetnek ez a tápláléka, erősítse szívünket, hogy testvéreinkben neked szolgáljunk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedden reggel 8 órakor lesz szentmise. Szeptember 8-án, pénteken Szűz Mária születése, Kisboldogasszony ünnepe lesz, reggel 8 órakor lesz majd szentmise. Szombaton 9-én fél 10-kor lesz dr. Lukács Lajos búcsúztatóval egybekötött gyász szentmiséje itt a templomban. 9 órától kezdődően rohatják le a ravatalnál tiszteletüket. Család kérésére virágot, koszorút ne hozzanak, hanem elhelyeznek majd itt egy persejt a ravatal mellett, az összegyűlt összeget pedig a templom részére ajánlja majd fel a család. Ugyanezen a napon, 9-én délután 2 órakor termény betakarítási hálaadás lesz itt a templomban. Ez lesz a szüreti felvonulás kezdete, tehát ebben az évben innen a templomból kezdődik majd. Szeptember 10-én vasárnap 3:10-kor a szentmisét Müller József felesége Szabó Eszter lelküdvért ajánljuk fel. Aki szívesen hozzájárul a Szentháromság szobor felújításához, adományát a plébánián adhatja le. Kórus feljáró melletti kis asztalon könyvek találhatók, ezek ingyen elvihetők. Hittanosok, iskolások részére hirdetjük, hogy elkészültek az idejévre szóló szentmise naplók, ki itt van most a szentmise után a sekrestében átveheti, de látom, vannak itt szóló babukák, ők is tudnak hazavinni, vagy akár maguknak is vehetnek, lehet, hogy jobban járnánk, hogyha ők is vennek. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Amen. Táplálja lelketeket hitünk igazságaival, és tegyen álhatatossá titeket a jó cselekedetekben. Amen. Hitben, reményben és szeretetben bővelkedve éljétek le a földi életet. Mindennapi munkátok legyen érdemszerző, s jussatok el a boldog örök életre. Amen. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Yeah.